Csak az elsőrendű vádlott jelent meg a pécsi törvényszéken, abban a perben, amelyben egészségügyi szolgáltató alkalmazottja által a foglalkozása körében üzletszerűen elkövetett emberi test tiltott felhasználásának büntette, és más bűncselekmények volt a vád. A korábban klinikavezetőként dolgozó Fülor GG szakorvos a vádirat szerint olyan kurzus szervezett 2019-ben, amelyben ilyen úgynevezett sziklacsontok fúrását gyakorolhatták az orvosok. A koponya alapi részen található a sziklacsont, melynek a belsejében helyezkedik el a középfül, a hallócsontok, és a belső fül, a hallás egyensúlyozás szerve. A szakorvosi vizsga követelménye, hogy ezen a koponya részen a műtéti eljárásokat ismerjék és gyakorolják a szakorvosok. Ehhez hullákból vett sziklacsontokat használnak. A vád szerint ezen a kurzuson nem a szabályoknak megfelelően szerezték be ezeket. Az elsőrendű vádlottnak ebben egy boncmester és egy másik fülorgégész segített. A vádlottak terhére ott emberi test tiltott felhasználása bűncselekmény, és szerintem ez az, amit még eddig nem tisztáztunk, azért valósult meg, mivel a sziklacsontok kivételének dokumentálása a vádiratban részletesen ismertetett jogszabályoknak megfelelően nem történt meg. És erre tekintettel az első és másodrendű vádlottak sem tudták jogszerűen igazolni a vitatott sziklacsontok megszerzését. Az ügyész szerint anyagi haszonszerzés motiválta őket. A vádirat szerint a boncmester darabonként 2500 forintot kapott a sziklacsontokért, az elsőrendű vádlott pedig felszámolta a kurzusra a jelentkezőknek ezt, 33 csontot biztosított személyenként a gyakorlásra, és 60 ezer forintot kért a kurzusért. Az elsőrendű vádlott terhére rója fel még az ügyészség, hogy VIP szobákat alakított ki a klinikán, és ezért anyagi ellenszolgáltatást kért betegektől, akiknek a pénze az általa elnökölt alapítványhoz folyt be. Az elsőrendű vádlott védője egy tanúként meghallgatott patológus vallomását idézte. Soha egyetlen esetben nem jegyzőkönyvezik a sziklacsont kivételét a holttestből, és gyakorlatilag ez az elmúlt 40 év gyakorlatának megfelelő volt az előadás. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy akkor itt óriási baj van, mert itt kéne üljenek a vádlottak padján a patológia munkatársai, az összes rezidens orvos, aki azóta már nyilván különböző klinikákon dolgozik, és a szakvizsgájához a három darab sziklacsont fúrás okán hozzájutott ilyen sziklacsontokhoz, és az összes tanfolyamnak, az összes kurzusnak a résztvevője. A tárgyaláson kiderült, hogy csak 2019 után szabályozták, hogy be kell kerülnie a boncolási jegyzőkönyvbe a sziklacsont kivételének. Korábban ez nem volt gyakorlat. A védő szerint a patológián dolgozókra vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a sziklacsont kivételének dokumentálását írják elő. Az oktatási célokra használt darabokról joggal feltételezhették az orvosok, hogy azok így lettek kivéve és kerültek át a klinikára. Ezért az elsőrendű vádlott felmentését kérte az ügyvéd. Így tett a másod- és harmadrendű vádlott védője is. A perbeszédek után ítélet két hét múlva várható, mondta a tárgyalást vezető bíró.